Mennyire vagy túsz? Mennyire szeretnéd? Mennyire vagy fáradt? Fú, én nagyon. Fú, nekem a tegnapi napomban borzasztó volt. Bár persze a csajok megint Megokosítottak, hogy az nem úgy volt. Na de erről majd mesélek, ami történt veled blokkban. Ja, de az a blokk van. De az a blokk van. Szia, Charlie. Hello! Jaj, tegnap um, úgy voltam vele. Tudod, ez az elegáns uh, felvezetője, hogy éhes voltam, és úgy döntöttem, hmm. hogy kimegyek Nápolyba egy jó pizzáért. Azt hittem Nápolyba, Nápolyért, de hát az annyira olcsó. <laughs> Egyébként azt sem tudom, utána néztél, hogy a nápolyi az nápolyi? Nem. Már nem néztem utána, de én úgy emlékszem ködös emlékeimben, hogy nem nápolyi a nápolyi, de de ez egy szürreális élmény volt. Hát ott egy kezd... kérdésem van, mit kerestél nápolyba? Uh, tényleg ezért mentünk pizza. Pizzázni egy jót. Igazából olcsó volt Baromira a repülőjegy, és szerintem oda-vissza talán 11-2000 forint volt fejenként. És nem mondom, kössük össze a kellemeset a hasznossal. Beszéltem Giorgioval, hogy találkozunk, és megiszunk együtt egy jó feketét, és eszünk egy jó pizzát. Aztán Hát ez ilyen fél négykor indult a projekt hajnalban, mert hogy 6.30-kor indult a gép. Tehát négykor elindultunk, negyed ötkor elindultunk itthonról, aztán reptér, aztán leszállás, aztán kolbászolás, egy ilyen laza 20 ezer lépést belevertem a telefon lépésszámlálójába megtapasztaltam, hogy, hogy tényleg igaz, hogy Nápolyban az autóknak leginkább egy része sérülésmentes, az a tető. És hogy ha ezt valaki mondja, én nem hiszem, tehát nem láttam úgy, tehát hogy sérülést nem láttam úgy menet közben, hogy na így sérül meg az autó, hanem csak azt láttam, hogy minden autó körbe van bazd meg, húzva, törve, a tükör az leginkább hiányzott, vagy ha nem hiányzott, akkor csak szigetelőszalaggal rátekerve. Mindenki dudál, ha kell, ha nem, de csak azt jelezzük, hogy én itt vagyok. A, a lámpa az tényleg ez egy ilyen útmutatás, hogy az szerintem pont olyan, mint Londonba. És nem, ez durvá, fifika. Csináltam egy videót, de már csak, tehát ez már csak a, az utózönge volt, amikor egy kereszteződés, ahol föntről lefele jöttek a motorok, autók, lentről fölfele, tehát oda-vissza ez két irányú volt, egy sáv, és keresztbe volt egy utca, ahol, ami csak egy irányú volt, csak föntről lehetett lefele jönni. Hát a tábla ott volt végül is, de ez a motorosokat nem állította csak meg, és az autósokat. Mentek, és úgy megy át a kereszteződése, hogy nem néz sem erre, hanem csak így tudod, amerre megy. Bú! Így egyenesen. Az autó az valakit vár, akkor így betolja az órát az egy irányunkban, lepark, leparkol, érted? De ez egy ilyen sikátor, ahol két ember gyalog nem fér el egymás mellett. <laughs> és így, 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 néztem ki a fejlőből, hogy ez komoly. Ez itt most előttem. Na, mondom, fölveszem videóra. nem véletlenül szűkek az olasz autók. És közben hömpölyögnek az emberek, dudálnak a motorok, mész, mert járda nincs, mész az úttest szélén a parkolóautók mellett, közben jön az autó, a tükör meg a testet között nincsen 5 centi. Hú, na. Úgyhogy voltak érdekes ö, szituációk. A pizza tényleg nagyon jó volt, a kávéjuk, ahogy elmondták nekem, tényleg nagyon jó volt. Ö, hazafelé már mozdulni alig bírtunk, és akkor jött egy értesítés, hogy hát egy laza 50 percet késik a járat, köszi. Úgyhogy az, az, tetszett, hogy ami, ahova te is bekommenteltél, hogy, hogy volt dohányzó fülke a, a reptéren egyébként. És az elméletileg egyébként mindenhol van. Hát például Ferihegyen sincs. Hogy ne lenne? Hát nem. A dohányzó fülke nincs. A fülke nincs, de kimehet. Igen, kimehet. Itt dohányzó fülke volt, ahol elszívták a, a levegő. És tényleg olyan fura volt, hogy ilyen baszott nagy kupac csikkeket láttam, hamutartónként volt, vagy 200 darab, de hogy szagot annyira nem éreztem, és mégsem volt az a nagy hú... Az ajtót nehéz volt kinyitni, de nem volt benne nagy cúg. És hogy nem szállt így egyből föl, hanem sőt, így, így, így szállt lefele az elciginnek a köd köde, ködje, vagy ködje, anyám kínja, ködje. és uh, az a fura, hogy, hogy nem hagyják ott, hogy, hogy, hogy ilyen hering módjára uh, cigizzenek benne az emberek, tehát ki volt írva, hogy van ott egy ilyen fotocellás kapu, 22-nél megáll, és nem nyílik ki. Az egyébként okos. Igen, ötület. mert hogy nincs az, hogy álltok, mint a herinke, kiégeted a másik kabátját, vagy a tiédet, meg egyébként Na, szívd el, aztán mennyi ki. És ö, nagyon kényelmes volt. A váró volt, a kanapék, fotelek, végig döglöttem, mert már ott, ott már minden bajom volt. Ö, hát az olaszok mentalitását azt tényleg nem tudom, nem is akarom hova rakni. Most a telefonomon nem nézem meg, hogy ö, ja, de várja a gépen meg tudom nézni, hogy horhemit írt nekem. <laughs> Igen, azt mondja, hogy a klímaszerelőt várja az új um, irodájukat uh, csinálják, és ezt uh, rámért olyan 11 környékén, hogy ah, hagyja francba az egyik. Tudod, ez, a, ez az igazi uh, La vida Loca, tehát ez a tizenegykor. Ah, Hagyom a francba, meg, majd holnap befejezem, megyek, akkor majd hol találkozunk. Na ebből az lett, hogy este 8kor még várta a klímaszerelőt, és... Uh, és hát nem tudott elmozdulni, mert más se volt, és azt mondja, hogy, hogy azért nem ilyen káosz egyébként Nápolyban a közlekedés, csak hogy valami gond volt múlt héten a metróval, és hogy ezért most mindenki autóba ült. De hogy Fifika, van egy, van egy utca a buszpályaudvar előtt, egy ilyen 200 méter hosszú, és a buszpályaudvar megkerüli, gyakorlatilag egy nagy kanyar, és megy tovább. És láttuk, hogy, hogy ott a, a legelején ott a tűzoltó autó, és vinyog. Ezt, ezt így, tíz percig néztem. Tehát ott se előre, se hátra. Hát mondom, ezeknek az autóknak több mindegy, tehát túrjad őket a picsába arrébb, mert ez, ez a ház ez ott fog leégni, úgyhogy ki se értek. Na mindegy. Meglátta egy rendőr, és gyalog. Tudod, mint mikor a zászlós ember régen a, az autók előtt szaladgált. Na úgy csinálta, hogy veregette a kocsik oldalát, hát te erre mennyi, te mennyi, és ment a, a, a autó előtt, és az emberek úgy mentek át közben a zebrán, meg a nem zebrán, hogy ott a tűzoltó autó, át, úgy se tud sem erre menni, átmegyek előtte. Bah, beszarok rajtatok. Félelmetesek voltak. És akkor tudod, ott álltak be olyan autók mellém, hogy Megáll, hallom, hogy valami csörömpöl, és akkor a tükör, ahogy fityeg a jobb oldalon, és azzal, hogy veri az autótól. Bazd, hogy. És tényleg, tehát elgondolkozom, hogy ki az, aki ide autót vesz. Már hogy tudod, újat, mert láttam új autókat is, és azok még viszonylag normálisak voltak sérülés nélkül, hogy hú, én biztos úgy hogy, hogy követ kapnék itt. Úgyhogy. Tehát én A biztos is. Pedig Róma nincs olyan messze, ott még az emberek azért nagyjából tudnak közlekedni. De egyébként ez a szemétmaffia, ez látszott, hogy nem működik, mert hogy minden kuka pupozásig, még egyszer annyi szemét a tetején, mint ami a kukában van, száll mindenhol a szemét, még a szilveszteri konfettik a macskakövek közé besöpörve. Hú, Fifika, nagyon ordenári volt egyébként, ahogy kinézett a, a, az egész. De a halas, hogy mondják ezt, a piac, a halpiac kurva jól nézett ki, gyönyörű halak voltak, olyan egy beton halak, és olyan pénzekért, hogy ú, csak fogtam a fejemet, hogy, hogy itt bezzeg lehet, itt lehet hát figyelj, ott Két, mond... két cekker halla föl, föl. Az gyönyörű lett repülőre. volna. Mi, mi ez a szag? Á, semmi, sem. csak vettem, Vettem két fél tón halat. Így hozom haza. Úgyhogy nagyjából ennyi volt. A pizza tényleg faszányos volt. Ecigi volt. Hú! Te, az az igazság, hogy majdnem vettem nem vipe hanem zsult. Két vagy három helyen láttam, de olyan, hogy mondjam neked, hát a klasszik elcigi bolt, ahol mindenféle eszköz van, nem. Tehát körülbelül szerintem még jó, amiket én láttam ott. Tehát lehet, hogy van millió, meg más jobb. De, de ott tényleg ezek a zsúl, meg, meg ezek a kínai tucat termékek voltak. Ilyen 36 eurótól volt 45-50-ig talán a zsúl, és ennyi. Nagy varázslat nem volt a fronton, kevés embert láttam egyébként elcigizni is. Szerintem egész nap olyan 5-6-ot. Icos. ICOS. annál több volt valamivel a reptéren is. Mm, és ennyi volt a, a, az elcigarettás élmény igazából a városba. Jó magam, ugye azt a podmodot vittem, ezt a geekvépes cuccot, amit mondtam, hogy nagyon nem látszik a, a likvid mennyisége, és egy ilyen kis tűs flaskát, mondom, az a 10 milli az elég kell, hogy legyen. Hát úgy lett elég, hogy hazaértem, és akkor még volt egy ilyen 2-3 milli a flaskába, tehát folyamatosan töltöttem, és általában mivel nem lehetett látni, mindig a dry hitnél nél töltöttem. Fú, borzasztó volt, borzasztó. De de ki lehetett húzni annyival, meg hát egy powerbankkal, és azzal talán egyszer vagy kétszer töltöttem fel a készüléket. Ilyen 22 megveszekedett vad környékén használtam a, a, dolgot. Úgyhogy mindenki nagyon kedves volt, és ugye mondták, hogy úgy menjünk Olaszország, hogy ezen a részen azért már nem nagyon beszélnek más nyelvet, mint az olasz, úgyhogy az alapvető dolgokat megtanultuk olaszul, tehát számolni tízig, kérem, köszönöm, és a többi, és a többi. És tudod, mikor oda mentünk valahova, akkor úgy kértük olaszul a dolgokat, és mivel olaszul kértük, ezért azt hitték, hogy értünk hogy... olaszul, vagy olaszok vagyunk, és elkezdték. <suk> 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 mm -mm -mm -mm, álljunk meg angolul. Ja, jó, 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 és akkor tehát nem voltunk nagy gondban a, az angol nyelv használatával sem, ott. tehát azért Hát ahol voltunk, ott megértették, vagy kedvesen elmutogatták. Hú, és ugye hajnal háromra értünk haza, és hát akkor feküdtem le, mert az asszony meg a sógornője még hajat mostak, meg lefülöttek, aztán én jöttem, mondom, úgyis ti dolgoztok, holnap menjetek előre, aztán aztán utána én, hát én fél tizenegykor ébredtem ma, hogy hát ha kialszom, de nem sikerült maradéktalanul kipihenni ezt a, ezt a tegnapi napot, mert azért ez így hosszú volt, meg hát ö, azt, ö, f, f, fika, szerintem ezeket tanítják. Odafele Ryanair, visszafele Vizer. Zongorázni lehet a különbséget. Tehát, hogy olyan tróger, igénytelen, mocskos járatot, mint a Ryanair, nem tudom, hogy ez tenyésztik valahol, vagy ezeket az embereket vadásszák, amellett, hogy ugye direkt megnéztem a, hogy mondják ezt a nem időkép, hanem ez a, hogy, hogy milyen időjárás lesz ott, milyen szél, a leszállásnál tudod, ne, hogy ilyen kereszt szélbe szálljunk le. A Ryanairnek mindig sikerül az meg úgy odaverni a gépet, most patton, ahogy leszálltunk, letette a két főfutó főfutóművet, és így pak, 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 kettőt pattantunk még az első után. Hogy mondom, ez állatok fizetnek, hogy... hát hogy... lehet, hogy trolli vezető volt, nem? Hogy, hogy, ki tud többet kacsázni a betonon? Azt olvastad a, a, hát nem tudom mennyire friss tegnapi, vagy mai, ez a ryanair gép, amely Gran canaria Ó, hát ugye mi is azzal mentünk, és ö, is kaptam volna, mert ugye, ugye arról szólt a történet, hogy túlsúlyosak voltak, és most már nem merték, mert az lett volna a legegyszerűbb, hogy kipakolunk akkor annyi bőröndöt, vagy podgyászt, és a, vagy nem tudom, ilyenkor föl ajánlani embereknek, hogy adunk 200 eurót, ha itt maradsz, és majd következő géppel elviszünk. De most semmi, hanem itt taxisztatták őket, a betonon is égették a, a, kerozint, és az a legszebb az egészben, hogy valami, valami iszonyú sokat voltak a földön, tehát mit tudom is, nem tudom, három-négy órát, akkor ott már valakinél az összeomlás című film második részét leforgatták, bement a budira rágyújtani. Zseniális. Én úgy vagyok vele. Igen, legyél csege mutasd meg. Tehát, hogy, hogy, nem adtak nekik ingyen, ugye, vizet, inni való, teát, semmit. Kávét, azt tudod, mint ne igyek kávét, de érted, három vagy négy órát ott ülsz a te hibádból, és nem adsz nekik vizet. Hát azért hallod, ez nagy cigánykodás. És, és ugye az a lényeg benne, hogy ülsz a gépen, abban a kurvára kényelmetlen pozícióban 3-4 órát, és Gran Canaria 5 és fél óra. Tehát mikor elindultál, akkor egy olyan... Ja, még öt és fél Igen, óra. tehát egy olyan kilenc órát töltöttek a gépen durván. Hát, hallott, senkinek nem kívánom. Jó szar lehetett. Most olvastam egyébként délután, hogy Hát ez nem jár automatikusan, de aki beadja az igényt, annak fejenként 200 eurót. Nem. Fejenként 400 eurót jóváír vagy visszautal a Ryanair. Tehát ezt kikalkulálták, hogy ezen a járaton 25 milliót bukott a Ryanair, hogyha mindenki visszaigényli az árát. És ugye mondjuk a két ember megy, mondjuk férfeleség, akkor azért az már egy ilyen szabad szemmel is észrevehető 800 euró. De hát az kifizeti meg, hogy mondjuk euh, dél helyett odaérsz euh, valahova este hétre. Na, hát buktál egy napot, az anyjuk köcsögít. Meg kéne jó őket. Azt akkor meg tudnák, mi a magyarok istene. Meg lesznek. <laughs> hát, remélem is. Na és veled mi történt? Ó, hát én a kis uh... Mi Ööö... szerelgettem, most épp az Arduino rejtelmeibe ásom bele magam. Úgy találtam egy új equalizer-t, bazd meg, fifika. 12 csatornás, Arduino-val meghajtva, plexilapokkal, a, ilyen kis plexi kockák vannak megvilágítva, és valami mese. Te jössz. Na és akkor, öö, hát tudod, nulláról kezdek építkezni, majdnem nulláról, tehát én soha nem uh, arduinoztam. tehát majdnem nulláról kezdek építkezni, de pff, mit tudom, én csináltam ilyen uh, uh, futófényt, meg uh, hát, ha szóval így megyek így a programozási lépéseken, most már van egy ilyen uh, hőérzékelőm, amivel tudok kapcsolgatni, meg uh, digitális meg az analóg bemeneteket nézegettem. Egyébként baromi jó szekvenszert lehet csinálni egy sima UNO-val is. Azon még gondolkozom, mert lehet, hogy hogy a, a van vagy három UNO lapoc vagy alaplapom itthon, és akkor nekiállok az egyikből, csinálok egy szekvenszert, egy ilyen step szekvenszert, amit így nyomogatod Igen. a gombokat, és akkor úgy megy a cucc, azt ö, okos otthonban gondolkodunk nyilván, tehát ö, ahhoz ö, ahhoz kell a, az Arduino. Aztán az is lehet, hogy a végén nem Arduino-ból építjük össze, hanem valami másból, de amúgy jó pofa dolog. Tehát ö, azt hittem ettől sokkal ö, bonyolultabb, de nem nyilván, mert a... a kimenet, bemenet, azt hello, tehát ennyi, meg a hozzáprogramozási nyelv az meg inkább ilyen, nem is tudom, ilyen C++-hoz C++ nagyon közel álló uh, sztori, úgyhogy <coughs> annyira nem bonyolult, csak vég akarok menni az összes uh, ilyen uh, dolgon, amit uh, szépen, tudod, egyre bonyolultabban föl tudsz építeni, és uh, ez volt az. Valamit pedig akartam neked uh, mondani. Nem a MIDI-keyboardot. Uh, hát nem kérted. Na, hát öregem. Ha ah. hát nem kérted, de. Na, mert mesélek egy kicsit. Visszaküldte nekem egy képet egy 61, billen, 61 normál billentyűs uh, Artúriáról hogy neked az kell. Hát az nincsen bakképte. Nem, te. nem azt mondtam, hogy az kell, hanem hogy ezt ajánlotta a kollégám. Uh -huh. Ugye néztem a mini minilebet is, de hogy ezt ha ő ebből használ kettőt, meg még valamit, ami egy picit nagyobb, azt hiszem, 88 gombos, de hogy ma olyan gyönyörű kalapács mechanikás és, és tényleg full keyboard, és hm, tényleg jó szólt, tényleg jó szólt meg azóta nézegettem még videókat, hogy mit lehet varázsolni vele meg hát figyel, ezek sima vezérlők, tehát nincs, nincs olyan óriási cucc benne. Hát csak a mechanikája. A... Hát igen, a, ezt akartam mondani, hogy a, a használatnak a, a miensége. Bár szerintem, ha nem zongoráztál, akkor ezt a kalapács mechanikás sztorit, ezt akár el is felejteted. Ifika. Ha nincs Tudom, benne kalapács az nem kulák. Na, vele mennyi történt? Valaki írta, hogy lehet-e hangosítani a, a streamen. Most itt van egy manuál potméter, és megpróbálom BKV-kompatibilissé tenni. Egy picit húztam rajta, és ennyi a maximum most, amit ki tudunk tolni hangerőben. Mert hogy a Patreonok élőben hallgatják az adásfelvételünket most is. Üdvözlünk mindenkit, aki már kommentelt, Matók Peti, a Tógyuszma és Dongó Peti. Meg természetesen többiek is, akik nincsenek itt, de a zárt csoportban meg tudják nézni akár adás után egy perccel is, vagy be tudnak időközben kapcsolódni. Patreon, ennyit tudok mondani. Úgyhogy oda kell csatlakozni, és az 5 dolláros csomagtól fölfele. Ez jár. Yes. Vagy hát ez is jár. De természetesen mindenkinek szeretnék megköszönni, akik. Támogatnak bennünket. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a notes-t, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Na, csapjunk a lecsóba szerintem, mert már 22 perc elment a semmivel. Igen, igen, ezt már megkaptuk sokszor. A semmivel. Na, egy érdekes téma, amit én már két hete föl akartam vetni, mint utolsó előtti pillanat. Aztán, én is, én is, én is. Aztán elbeszéltük az időt, aztán a lezáráskor is beszéltünk volna róla, de legalább volt ideje lecsapódni bennünk a az ezzel kapcsolatos észrevételeinknek, vagy érzéseinknek, inkább érzést mondjunk. Mert volt nekünk ez az EU petíció, amit a vapingiznattobacco.eu-ról lehetett uh, megkövetni, és, uh, és most mondanám, hogy uh, micsoda óriási siker volt, de hát adásban az ember nem hazudik. mert nem volt az. Igen. És, Egyáltalán nem. És nehogy el uh, meg azt mondjuk, hogy mert nekünk semmi nem jó, uh nem rajtunk múlott. Tehát azt szögezzük le. Tehát amikor egymillió ember aláírása a küszöb, és abból 49.781 ember írja alá, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez honvában holt ötlet volt. Ugye? Ez mennyi durván? 5 Vagy... Hát baszki. 10 százalék ezer, igen, még 5 százalék sem. Sincs. Ugye, hogy aki nem tudja, hogy miről szólt az a petíció, amit már nem lehet aláírni, ez a 2014 per 40 per EU irányelvnek a 20-as cikkével kapcsolatban öm, fogalmazta meg az aggájait, és kérte a jogalkotókat, hogy alkosson olyan egyedi jogszabályt, amely egyértelműen elkülöníti, az elektronikus cigaretta termékeket a dohány termékektől és a gyógyszerektől. Hát ez nem jött össze. Úgyhogy végig mehetünk az összes országon, de ha ránézünk a térképre, zöldet kéne látnunk. és mindenhol kéket látunk. Nem érte el a minimálisan előírt számot. És olyan százalékokról beszélünk, hogy Magyarország még tartja magát a 20 kal Olaszország 21, ugye ez a népes, tehát a, az ország népességének a függvényében ugye változik a szám, mert a, a, nálunk a 20 az 15 ből lett volna, 15 ezer volt a küszöb, és 3 ezer. Az olaszoknál 54 ezerből 11 ezer. De hogy, hogy olyan ember, tehát látok én olyan országokat, hogy ebből meg tudom állapítani, hogy volt a, az a két elektronikus cigarettás, meg a családtagjaik. Tehát Litvánia 12, Lettország 11. Meg a szomszéd átment, mondjuk. Tragikus. És én nem is tudom, ki mondta, hogy ott voltak most a... Valamelyik webfesten, tudod, akik pont az irányék rendezték, ugyanúgy, mint a Stuttgartit, és... Valamelyik magyar, kint Németországban dolgozó magyar, ta talán pont a Solti Robbi volt az, hogy oda mentek, hogy mi lenne, ha a hangos bemondóba bemondanák, hogy itt és itt, és hogy ez miről szól, és azt mondták, hogy ez a rendezvény nem erről szól. Én értem, hogy nem erről szól, csak ö, aztán majd lesz egy olyan, hogy hát ez a rendezvény meg se tartható, mert előbb kellett volna gondolkoznunk elképesztő számokat látok itt, és mondom, tehát hogyha mi zöldek lennénk, akkor se történt volna semmi egyébként, mert, mert az összes többi ország kék. Úgyhogy nem tudom, hogy mit vártunk egy év alatt. Az elején egy picit fölfutott, és ahogy azt megjósoltuk, ugye exponenciálisan csökkent, és nem lett meg a támogatás szükséges küszöbb értéke az aláírok szempontjából, ami azért is ö, ö, elkeserítő, mert ez, ez egy ilyen nagyon ö, nagyon patentül működő rendszer, ugye? Tehát itt, itt nem kell kimozdulni a fotelforradalmának sem a fotelból, mert mindent a gép előtt ö, online el lehetett végezni. Jó, hát meg kellett adni egy személyigazolvány vagy egy útlevél számot, és ez a hogy mondják ezt a a, azoknak, akik tudod, fosnak minden adatot megadni magukról az interneten, azoknál ez visszatartó erő lehetett, de azért lássuk be, hogy ez nem, nem ezen múlt. Vagy nem tudom, hogy te hogy gondolod, hogy látod? Hát egyébként baromi érdekes megnézni a százalékokat, mert fú, mondjuk az is érdekes, hogy az angolok már nincsenek fönn a térképen. <laughs> ugye? Igen, <coughs> szürkék. Szürkék, tehát ott, ott nincs semmi. De a, ugye figyelj, várjál, ezt... Fifika, én, én néztem még az angolokat is, mikor mikor kékek voltak, és ne tévesszük el a házszámot, ez, bo, ez a, nekem úgyis mindegy, a, piti aláírás számok voltak, tehát nem, nem volt ott se meg. Tehát Magyarország az majd 20 és ugye itt százalékosan talán a németeknél volt 31 és fél százalék a, a legnagyobb a németek, de franciák 0,45 Érted? Az olaszok, ahol te voltál, az 21,52, tehát valahol a harmadikak lehetünk a rangsorban. Igen. Ro Románia 8,87 százalék, Bulgária 0,7, érted? Horvátokon teljesen kiakadtam, az 0,55. Mm. Van jobb. Van jobb. Észtország 0,44. 0,44. Tudod, ez már a kerekítési hibák. <laughs> Litvánia 0-15. Tehát... Ciprus 25. Szerintem itt a farsalinosnak 25 haverja. Igen, igen. Tehát nagyon uh, uh, gáz. Borzasztóan látszik, hogy nincsen, uh, nincsen uh, megszervezve se a közösség, <laughs> illetve hát, ahol megvan szervezve ott, ott azért jobbak voltak a, az, az, arányok. Valahol azt gondolom egyébként, hogy, hogy én még erre Ez mennyi is volt valami 3-4 ezer aláírásunk volt össze-vissza? Már hogy ebben? Várjál, 3067. 3067, bocsánat. Hol van az a 200 ezer e-cigarettázó? Ott van, csak kurvára nem érdekli őket. Igen ez, a, ez a, a, a szomorú helyzet. Én ezt többször elmondtam már, hogy ez pont olyan, mint a mosógép használókat próbálnád rávenni arra, hogy menjenek ki a Kálgón ellen tüntetni a parlament elé, vagy nem tudom, tehát valami hasonló sztoriba lennének. Nem gondolnám, hogy olyan sokan... A, tudod, az ilyen népszerű clickbait, arra mindenki izgulna, de ezt az egész e cigarettát e, e, rongyá, e, vagy rommá alázta a clickbait vadász sajtó, és e, szerintem egyetlen egy dolgunk van, meg hát ezt csináljuk mi is folyamatosan, hogy egyrészt az emberekben tudatosítani a azt, hogy ennek azért vannak egészségügyi előnyei, illetve, illetve hogy ez az ártalomcsökkentés eszköze, tehát nem az ördöktől való, nem, 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 rosszabb, mint a hagyományos dohányzás, és hogy ez az egyetlen, nem, nem hogy ez az egyetlen, mert nyilván vannak még járható utak a, a hogy is mondjam, a, nem, nem annyira káros nikotin fogyasztási szokások uh, uh, ingoványos talaján. Úgy de szépen kijöttem belőle, uh, de de ez az egyik fő uh, csapás uh, irányos. és ezt, ezt már annyiszor elmondtuk, hogy ez a, a 2000... Uh, ízes éveknek az egyik legnagyobb innovációja volt, amit az ártalomcsökkentés terén ember adhatott a, a világnak. De hát látjuk, érezzük, tapasztaljuk, hogy ilyen hiányosságokban szenvedünk. Most lehet, hogy bezártam? Nem. Jó. Én azt nem tudom, hogy hát hogy van-e lehetőség még meg értelem, mert hát már értelem úgy mondom, hogy értelme bármit is szenvedni, mert, mert ahogy látszik, vagy lehet, hogy ez egy okosan fölépített dolog volt, mert az első egy-két ilyen aláírós kampány azért lényegesen nagyobb sikert tudott felmutatni. Vagy úgy vannak vele az emberek, hogy ó, oh, majd megoldjuk máshogy. De, de nem tudom, hogy ö, nekik, tehát lehet, hogy tőlük kéne tan tanácsot kérni, mert valamit már tudnak, amit mi nem, hogy mi lesz ez után, mert ö, attól függetlenül, hogy ö, nincsen publikálva, ö, ni ö, hogy mondjam, tehát szarabb a helyzet, mint azt ők gondolják, hogy majd akkor rendelek innen, megrendelek onnan, megrendelek amonnan, mert nem fogsz tudni sehonnan rendelni. Ez az én véleményem, de akkor már tényleg késő lesz, és persze, hogy mindig az lesz, hogy ó, múltkor is azt mondtátok, hogy ez a legutolsó. Hát mindig valamibe kell kapaszkodnunk, amiben hiszünk, ö, mögé állni és csinálni, és reménykedni, hogy az majd bevezeti, vagy be, be meghozza hozzáfűzött reményeket. Hát ez most nem jött össze. Úgyhogy gondolkozni kell, hogy mi lesz a következő, mert ha mi föladjuk, vagy úgy mondom, hogyha most föladjuk, akkor az veszett fejsze, mert ez a, ez a, tényleg ez a 3000 ember, hát egy, egy, egy nagyobb veszek csoportban több ember van, mint ez a 3000 ember. Ez az elkeserítő. És tényleg valami mással kapcsolatban láttam én egy Facebookos bejegyzést, és ott is ugyanez volt a konklúzió, hogy bezzek, ha fölírtátok volna, hogy lesz valami nyeremény, akkor, és akkor és a semmi cigi nem volt ebben, tehát valami tök más volt, akkor, akkor valószínű, hogy nagyobb sikeretek lett volna, azt erre írta vissza az, aki szervezte az egészet, hogy na ja, csak ennek nem erről kell szólnia. Hát igen, csak hogy mondjam, a cél szentesíti az eszközt, vagy, vagy az eszköz a célt, azt nem lehet tudni, de hogy hogy tényleg egy kurva nyereményjátékra többen jelentkeznek, mint a hányan aláírtak. Ráadásul úgy, hogy tudjuk, hogy ez a, a, majdnem 3100 aláíróból baromi sokan lehettek, tehát gondolom egy 20-30 százalék, aki nem is e -cigarettás. Mert ugye én is aláírattam boldog-boldogtalanna, ismerőseim is voltak. Volt egy ismerősöm, aki, aki amit 20-25 emberrel íratta alá, olyanokkal, akik nem is e-cigarettáztak, de hát a, a kedvedért tudod, aláírom című fejezet. Tehát ez a szomorú a, a dologban, hogyha megnézzük ezt a 3000 aláírást, ez gyakorlatilag 2000 vépelő, vagy 2500 maximum vépelő. Úgyhogy, ja. Hogy egy kis fényt is mutassak az alagút végén. Azért van nekünk erre a hétre egy visszavont tanulmányunk is. És azért jó, mert ez a tanulmány, ez nem nekünk kedvezett egyéb iránt. Ezt ö, a jó Farsalinos Doki írta ki a Facebookos üzenőfalára. A AHA on pont komon jelent meg, ha jól emlékszem. És ö, és uh, úgy írta a jó doki, hogy, uh, hogy érdemes uh, megemlíteni azokat az embereket is, akik keményen dolgoznak az igazság védelmében, és, uh, és uh, leteszik valami mellett a voksukat, és a tudományos uh, uh, tényeken alapuló tájékoztatás mellett. Uh, kardoskodnak. Brad Rodu, ha jól mondom, professzor Brad Rodu volt az, aki hangot emelt a tanulmány ellen, és, és ő volt az, aki elsőként emelt hangot az elemzések, az elvégzett elemzések ellen, és bevizonyította, hogy, hogy hát ugye, mert ugye azt mondták, hogy növeli a szívroham kockázatát az elektromos cigaretta. Igen. Um, csak hogy ez nem a tények nem ezt sugalták, hanem hogy azok a emberek, akik szívrohamban szívrohamot kaptak, majd ennek hatására abba hagyták a cigarettázást, és elektromos cigarettára váltottak. Na, a kettő az egészen más és nem csak ő volt egyedül egyébként, néhány hónap alatt 16 tudós Karszalinosszal együtt beállt a, az aláírás mögé, és egyszerűen azért, mert úgy gondolták, hogy Brad vagy Brad, nem tudom, hogy mondom helyesen, neki igaza van. fölsorolhatnánk az összeset. PhD a leggyengébb fokozat, amit itt lehet a listában látni, de nem is ez a lényeg, hogy kinek milyen tudományos fokozata van. Mindenkinek megköszöni a, a, a kiállását farszalinosz, és ő ezt azoknak ajánlja, akik <kül> fenyegetve érezték magukat, amikor a jó tudomány, vagy hogy fogalmazzak ezt, a tényekkel megállapított és tapasztalati úton szerzett tudományos tények értelmezésével és értő gondolkodással bemállnak egy ilyen sületlenség ellenében. Azt mondja egyébként, hogy nem érdemes az ilyen megjegyzéseket, illetve áltudományos híreket komolyan venni, és hogy ez egy végre egy, egy szükséges és igazán nekünk kiáró győzelem volt a jó tudomány számára, hogy ilyen képzavarló hát nincs olyan jó meg rossz tudomány, hanem a, az a tudomány, aki nem mindenféle álhíreken és ilyen Tudod, ez a, amikor kitalálsz valamilyen ilyen borzasztóan, hogy tíz emberből álló kontrollcsoportos vizsgálatot, és a és, clickbait science. Igen, <laughs> igen, igen. igen. Szóval, hogy ö, nekik megköszönte, és ezt ki is írta. Egyébként a... Hol van ez? Várjál, hát, ha megtalálom. Ez nem az, ez már a júlos. Aha, megvan. Mert hogy azt mondja, hogy... Várj egy picit. Nem, nem. Ez csak a cikk is azt írja, hogy, ö, hogy ö, mi volt az eredeti felállás, és uh, mi volt az, amit uh, megállapította a 17 emberből álló orvoscsoport, hogy ez miért nem állja meg így a helyét, de hát mit is várjunk, amikor, amikor uh, egy Stanton glenc féle ilyen csúsztatásokkal és ilyen, ilyen féligasságokkal teli akármit, uh, egy kalapszart is de ezt nevezünk uh, tudományos uh, megállapításnak, ami ugye megállapította, hogy növeli az e-cigaretta szívrom kockázatát. És... Na de hát volt, volt már ilyen berészünk. Hát folyamatosan ebben van. <laughs> Úgyhogy ez annyira nekünk uh, nem hat a, az újdonság de, erejével. Rögtön a legelső mi volt régen? Popcorn tüdő. Popcorn Aztán tüdő. <coughs> diacetil, diacetil volt. Mi volt még? <laughs> uh, formaldehid. Ó, a formaldehid. Még ilyen adást címünk is volt pedig, basszus. Igen. 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 Meg, hogy a tönkreteszi a, a érfalaidat, az elektromos cigaretta használat, meg hasonló hülyeség. A rocsolja a DNS-ed. Ó, igen. Direkt DNS És egyébként kara. is, egyébként is, miután már minden érve elfogyott, szaranikotin kész. Tehát, uh... meg amúgy sem tudunk róla eleget. Meg amúgy se tudunk róla eleget, igen. Na, azt kéne még akkor kideríteni, hogy ugye erről sem tudunk eleget, de hogy CBD ügyben kéne tisztán látnunk most már. Így van, és képzeld el, ennek van története, tehát, hogy, hogy tavaly valamikor év közepén elkezdtünk komolyabban utána járkálni a CBD-s dolgoknak, és hát te is emlékszel, ugye voltunk együtt kiállításon Stuttgartba, és te is emlékszel rá, hogy, hogy így folyt a CBD mindenhonnan. Minden, tehát így elnéztél öt métert, és valamelyik standon biztos, hogy volt CBD-s folyadék. Na de ugye az ember nem, nem, úgy szokott nekiállni egy ilyen sztorinak, hogy azért, mert más is csinálja, én is csinálom, mert akkor az elég szarú néznek ki a világ egy id idő után, hanem hogy utána kéne járni ennek a törvényes ö, ö, részének is, és azt csak halka jegyzem meg egyébként, hogy ö, Romániában is van már, ö, minek hívják ezt ilyen piramisrendszerű, CBD értékesítő hálózat, akik egyébként árulnak full spektrum CBD olajjal töltött elektromos cigarettának átszázott valamit. És, és akkor kínomban már nem tudtam mit csinálni. Az angoloknak van egy ilyen nagyon korrekt fórum, a gyártóknak, ahol kérdéseket lehet föltenni. Megkérdeztem, hát körülbelül annyi választ kaptam, mint amit a zogyai szokott válaszolni, vagyis hogy szint hogy semmit, és szerintem egyszer csak így felszaporodott náluk a, a kérdés tömeg, mert hétfőn jött tőlük egy levél, és látszik, hogy nem csak nekem írták, hanem ez egy ilyen körlevél jellegű tájékoztatás, hogy ők mit gondolnak a CBD-ről. Ugye barom érdekes, mert a, a, attól, hogy ők kiváltak a, az unióból, attól a TPD náluk ugyanúgy érvényben maradt, tehát nem változott meg semmi. A keret jogszabály az ugyanaz és ezért volt érdekes a, a válasz, amit küldtek, és próbálom visszaadni a, a szöveghűen a válaszukat. Azt mondja, hogy nagyon sok kérdést kaptunk tőletek a CBD tartalmú elfolyadékok kapcsán, és ugye az első részben azt, azt rendezi, hogy a a CBD-tartalmú folyadék, ha nem tartalmaz nikotint, akkor ö, ö, nem vonatkozik rá a TPD ö, hatája. Viszont, bat, viszont ö, a 16 per 1-es cikkeje a TPD-nek, erre biztos, hogy emlékezni fogsz te is. Tiltja a vitaminok vagy más adalékanyagok használatát, melyek azt a benyomást keltik, hogy a dohánytermék egészség szempontjából előnyös. Ezért az a véleményünk, hogy a CBD ebbe a kategóriába tartozik. És a CBD ö, ö, tartalmú termékeket általában egészségügyi és a jóléttel, vagy hát a, a jobb közérzettel Rekreáció. kapcsolatos. <coughs> szerként kínálják a, a kiskereskedők a, a fogyasztóknak, mivel a CBD-nek széles egészségügyi hatásai vannak, és miután maga a CBD, mint jelzés, ezt a hatást kelti, hogy adalékanyagként jelen van a, a likvidben, ezért úgy gondoljuk, hogy a CBD-s likvid forgalmazása tilos. De nem csak tilos, hanem a, 36. cikke 5. bekezdésénél emlékeztetünk benneteket arra, hogy ennek a megsértése bűncselekménynek minősül. Úgyhogy hát nem annyira vidám a történet, most én is ezen gondolkozom, hogy, hogy vajon ezt országokonként eltérően, de hát tudjuk, hogy nálunk sokkal, de sokkal szigorúbban vagy szűkebbre vették a TPD szabályozó kereteit, valószínűleg nálunk előbb-utóbb rá fognak repülni erre a, a sztorira és ebből probléma fog keletkezni. Úgyhogy ezért mondtam, azt lássunk tisztán a, a CBD-vel kapcsolatban, még mielőtt valakinek a fejébe megfordul az, hogy ilyet forgalmaz, legyen tisztába vele, hogy mi is a, a, az álláspont hát legalábbis az angoloknál. Hát ugye ott azért <tos> <tos> fontos különbséget tenni, van millió meg egyfajta, tehát van a széles spektrumú, van a full spektrumú, ugye a full spektrumban CBD, THC, minden megtalálható, és ugye ott azért vannak határértékek, azt hiszem, hogy három tized... 0,2. 0,2? 0,3-ra emlékeztem. De lényegtelen, tehát, hogy, hogy azért nem mindegy, hogy mit és hogyan akkor az ember forgalomba hozni, egyébként. De hogyha már itt a, a ki és hogy van szarban kategóriát említjük, <laughs> ki és hogy. Én, van szarban. én találtam ma egy cikket, hát nem tudom szebben fordítani a címét: Szarban van a Júl, nem ezt mondták, természetesen. De, de ha álljunk egy kicsit hátrébb, és úgy vizsgáljuk meg ezeket a cikkeket. Azt mondják, hogy a jól zsúl, ahogy akarjátok, úgy mondjátok, ugye az iparági vezető szerepet tölti be a tengeren túlon, a, ezekben az előre töltött cartridge és készülékek értékesítésében. Meg egyébként a tinédzserek elektromos cigaretta használatában is zárója bezárva. És ugye azt is tudjuk, hogy az altria az bevásárolta magát oda. Így van, és szedegeti ki a pénzt most a cégben. Igen, tehát most olyan, mintha örökbe fogadtál volna egy gyereket, akiről közben kiderült, hogy azért elég rossz csont. és ja, ja, ja. Most így, így, mint hogyha így ki akarnak kotorni a megállapodásból, az altria, és a noha a, a, pénzmag, ami felett disponál a zsúl, az lehetővé teszi számára, hogy, hogy nem mindenre kelljen prompt azonnal reagálnia, viszont az altria az tehát, hogyha ő kivonul mögülük, akkor elég erősen bejön a képbe egy olyan, hogy meddig képes a zsúl túlélni, vagy tovább vinni a bizniszt az új feltételek kialakulása után, ha kiszáll mögüle a, a nagy tőkés befektető. Mert hogy ugye a probléma az, hogy van nekik a, a zsúlnak, hogy mindenki értse, a legnagyobb veszélyt az az jelenti, hogyha nem kap forgalomba hozatali engedélyt, és mivel dohányterméknek minősül, ezért ezt az FDA hagyná jóvá. Az FDA meg tudjuk, hogy hogyan áll hozzá a, a alternatív nikotinbeviteli eszközökhöz, és, és május 20-ig van határidejük, hogy, hogy benyújtsák az új dokumentumokat Amiben az Altria ő, ígéretet tett, hogy segítséget nyújt az igen drága és ő, bonyolult dokumentum megfogalmazásában. A, az Altria vezérigazgatója, Howard Willard azt mondta az elemzőknek, hogy ő, múlt hónapban tartottak egy ö, beszélgetést ö, a <coughs> jövedelmezőséggel kapcsolatban, Uh, és hogy sok dohányipari óriás uh, uh, elsősorban arra összpontosít, hogy, uh, hogy a júlnak segítséget uh, nyújtsanak. Uh, ugye már a, a júl befektetését, azt a 12,8 milliárd dollárt, ott már kétharmadat azt leírták, de, de hogy az Altria az nem döntötte még el, hogy most akkor kivonul a, a zsúlból, mint érdekeltségből, de hogy azt lehet látni, hogy a cigarettagyártók falat építenek az emberek és az alternatív nikotinbeviteli eszközök, vagy a zsúl és az emberek közé, ki hogy akarja értelmezni. Van nekik egy megállapodásuk, már hogy az altria és a zsúl. És az a szép, hogy <coughs> vannak benne ilyen menekülési útvonalak. Ö, olyan záradékok, amik, ö, amik azt mondják, hogy ha a, a zsúl értéke egy bizonyos szint alá esik, akkor tudod, ez a, ez a, ilyen forma, egyben, forma egyben is Igen. van ilyen, a Alonso is így szállt ki. Ha nem képesek neki versenyképes autót adni, akkor neki joga van szerződés bontani. Na ez is olyan. Tehát, hogyha, hogyha nincs olyan reputációja a zsúlnak, akkor mondhatja azt az Altria, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. És akkor ugye nem csak az Altriát kell megemlíteni, hanem ott van a Philip Morris International, és, és ugye a Philip Morris az annyival talán jobb helyzetben van, hogy ott van nekik az ICOS, ami na, hát fogy, meg jól fogy, de az az, az egy egész más alternatíva, mint, mint mondjuk a Zsúl, és ettől függetlenül az icos az FDA adott forgalomba hozatali engedét, bár ez nem azt jelenti, hogy hogy uh, forgalomba helyezhetted, hogy ez egészségesebb, meg sokkal jobb, mert hogy ez nem azt jelenti, hogy uh, tehát ez nem csökkentett kockázatú uh, termék, ez nem kapta meg ezt a címkét, tudod, ez a FDA approved csökkentett kockázat, jaj, jaj. hanem csak olyan ICOS és, uh, és uh, forgalomba hozhatod. Uh, a... Viszont az van, hogy uh, hogy ugye a, a zsúlnak nincs meg az FDA jóváhagyása az LCG-hez, ami biztos, hogy a nagy tudású és már nem is tudom, hogy több mint egy éve leköszönt a Scott Gottlieb, legalább két alkalommal nyilvánosan is, hát én azt mondom, hogy ekészte, de kifejezte kétségeit azzal kapcsolatban, hogy, hogy ez valóban ártalom csökkentő és valóban megfelelő alternatív eszköz -e az emberek számára. Az biztos, hogy, hogy ez az eljárás, amit nekik végig kell járniuk, ez iszonyat költséges, és hogy ez minden elcigi gyártónak májusig meg kéne szereznie ezt a, ezt a jóváhagyást, de viszont egyáltalán, na, ilyen nincs vagy de vagy viszont, viszont uh, egyáltalán nem biztos, hogy a kisebb cégek, meg még néhány nagyobb is, képes lesz a, azt a tetemes költséget megfizetni. <coughs> Bocsánat, egyfolytában köhögök. Uh, az biztos, hogy a Philip Morris és a British American Tobacco uh, az egyetlen jelen pillanatban, uh, amelyik egy nagy e gyártó, és uh, ők még a határidő előtt benyújtották, de hát ott, hogy is mondjuk, hogy ne sértődjön meg senki. Tehát ilyen elapaszthatatlan pénzcsap van, és, és nekik már megvan. Ha nem gyújtanak be kérelmet, akkor 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 az akkor a boltok polcairól. Azt levehetik, igen, és hogy uh, egy éve van az FDA-nek, hogy uh, döntést hozzon, hogy a kérelmet jóvá hagyja, vagy elutasítja-e. Egyéb iránt ez ilyen fanfact jellegű tény, hogy a Philip Morrisnak több mint három évre volt szüksége, hogy megkapja a jóváhagyást, és hogyha a kérelmet elutasítják, akkor a termékeket ismét eltávolítják a a boltok polcairól? Hát a, azt eddig is tudtuk, tehát érted tényleg, tehát van egy európai minta. A, a kurva FDA-nak más dolga se lett volna, mint hogy ezt Amerikára implementálja. Tehát nem kellett volna hozzá, nem tudom én minek lennie, de nem, ők, ők valami hihetetlen, bonyolult, szar és különutas eljárásban nyilvánvaló valamilyen lobby érdekek mentén, hogy ez most a gyógyszeripar, a dohányipar, a nem tudom én micsoda, de hogy szarrá van hekkelve, szerintem ez az egész történet náluk. A, várjál, csak közben Leves töltöttem a tankomba pillanat, mert közben még olvastam, hogy és a legszebb az az, ez már csak így most, hogy átolvastam, de mindjárt megmagyarázom, hogy mit kacagok, hogy a, emlékezzünk vissza, hogy a júlnak micsoda tervei voltak, hogy itt majd, bassza meg, itt majd nemzetközi piac, meg európai terjeszkedés, meg az anyám. Kínia. Az megvan, az európai terjeszkedése. Á, é Na, inkább úgy fogalmazzunk, hogy ö, megtalálhatóak a termékeik az európai piacon is, de hogy ö, az a szignifikáns növekedés az elmarad, és ö, most az a cél, hogy ö, megszerezzék a jóváhagyást, ö, ami az Altria segítségével még mindig, ö, megvalósítható, de a kilántások egyre inkább ö, szarul festenek részükre. Tehát ez a, tudod, ez olyan, mint a átételes ráknál, hogy minél tovább várunk, annál inkább biztos, hogy szar lesz a kimenetele. Hát ők is most küzdenek, hogy ne legyen túl szar a kimenetele, de, de az idő tával egyre inkább bebizonyosodik, hogy ez nem ö, nem egy sétagalop lesz részükre sem, úgyhogy nekem ez jutott eszembe a lássunk tisztánból, hogy azért ők is elég nagy szarban kezdenek lenni, és hogy is mondjam ezt, hogy egyik meg amit főztek, de hát a gyors növekedést azt köszönhetik a tizenéves fiataloknak, és most meg a nagy bukást is köszönhetik a tizenéves fiataloknak. fiataloknak. Hát vagyis legalább annak a, a piaci magatartásnak, amit egyébként ezzel kapcsolatban tanúsítottak. Hát igen, mert Ö -ö. hogy azt, amikor jól ment, és akkor úgy tudod, én belelátom, hogy a fiatalok is... Igen, de nem úgy gondoltuk, de nem mondjuk, hogy nem úgy gondoltuk, csak hát nem nekik szántuk. Hát most meg utolért a faszkorbács csattanós vége. Most meg már muszáj úgy gondolnotok, hogy elbasztátok, de hát majd meglátjuk, de, hogy. De egyébként, a, ha belegondolsz a Jul piaci történetébe, ez egy tipikusan amerikai sztori, ö, hogy egy gyakorlatilag egy startupból csináltak egy kurva nagy piacot, Viszont pontosan azzal, hogy, hogy ők csináltak ebből egy kurva nagy piacot, azt bizonyították be a törvényhozóknak egy, hogy ebben kurva nagy pénz van. Kettő, hogy, hogy, hogy a fiatalokra másztak rá, és úgy tettek nikotinfüggővé embereket, hogy soha nem dohányoztak. Tehát ez a jól esetében abszolút kimutatható. Uh, story. Viszont ezzel agyon vágták a <coughs> piacon az összes kis szereplőt, akik nem olyan, tehát nem arra kell gondolnunk, érted, hogy, hogy Jóskapista, uh, mit tudom én, a kevergetett a konyhába, és abból így tisztességesen megélt, hanem hogy azért vannak ott olyan cégek, akiknek a havi bevétele az kettőnknek busássan bőven elég lenne rokonostól mindenestől, tehát nem, nem kis bevételek. De, de mondjuk példának okáért, hogy mondjak egy amerikai likvidgyártó céget, ott van a haló. A haló fölépített ö, szépen ö, lassan Amerikában egyfajta image magának. Mit látsz? Jönnek át Európába, mert Amerikában kezd nagyon szar lenni a, a helyzet. Ö, Gyakorlatilag a Júl miatt minden likvid gyártónak ég a talaj a lába alatt, hát, és bizonytalanná vált a jövőjük. Ez, ez <coughs> egyszerű most azt mondanunk, hogy a Júl miatt, de amit adás előtt mondtam neked, hogy az itt is észrevehető, hogy ez a csillagok szerencsétlen együttállása volt, hogy a Júl és ez a. Szar likvid, amitől emberek haltak meg, és, ja, és ezért. És, a, és az FD, tehát ő is kellett ehhez a, a sztorin. Hát meg az, hogy, hogy hogy ezek az emberek, akik már, már a vége felé nagyon semmiben nem tudtak kapaszkodni, azok olyanok, mint mikor ö, térdik, belegázol a marha csorda a piranyákkal teli Amazonasba, és megérzik a vérszagot, és rájuk rontanak. És itt is ugyanez volt. Aha, megmondtam, hogy és akkor hú, és lerédelik őket a picsába. Értem én, hogy hibása júl, nem volt a legszerencsésebb a dolog, de akkor örültünk mindennek, hogy ilyen is van. Mindenki azt lát bele a, a képletbe, amit, amit szeretne, vagy amit akar, és ezért szar, mert tényleg, amit itt az előbb a cikkekben mondtunk, hogy a a nagy dohányipari cégeknek ö, micsoda ö, pénzcsapjaik vannak. Az elmondható a másik oldalról is, tehát amikor itt van egy kormányzati szerv, és ő valamit mond, a szerinte helyes megállapítást, az élet értelmét, ami 42, és azt mondják, mondják, mantrázzák, és addig mondják, addig mantrázzák, amíg a tíz kételkedőből száz nem lesz, abból ezer, abból tízezer, és a többi, és a többi, és aztán mindegyik újjal mutogat arra a komponensre, arra a cégre, ami hát okozott kárt, de nem ekkorát, véleményem szerint. Nem tudom, te ezt hogy látod? Nekem egyébként erről az egészről az, az jutott most az eszembe, az amerikai, hogy az amerikai szenátus és a törvényhozás és a, az egész rendszerük, ahogyan működik. Nézek egy sorozatot a, az HBO Go n a végtelen szerelmesei, ez az Apollo programról szól egy tíz részes, vagy lehet, hogy több is, de azt hiszem tíz részes ö, hosszú ö, ilyen dokumentumjátékfilm sorozat. És ott az Apollo egy biztos emlékszel a sztorira, hogy tiszta oxigénbe teszteltek, lett egy cikra, kigyulladt, és mind a hároman bennéktek. És hogy akkor majdnem vége lett az űrutazásnak, baszki, mert a kongresszusban a nagy megmondók ráugrottak erre a sztorira, hogy a a szar, hogy ez minek nekünk, meg nem tudom, és majdnem elkaszálták a kurva holdra szállást, érted? <tosz> hogy valahogy ugyanezt a mentalitást érzem most a, a jól kapcsán, hogy van egy ilyenünk, és akkor kasszáljuk el az egész uh, uh, kurva piacot, és uh, ne uh, legyenek kis szereplők. Holott ugye az amerikai állam kurvára nem erről szól. Na mindegy, hát... Uh... Ez, mindenki hülye volt egyébként. Tehát a jó történetében, a Júltól az FDA-ig bezárólag mindenki hülye volt, és a kormányzat is természetesen. De legalább örülünk annak, hogy továbbra sincs rák. Így van, Ez csak egy ilyen kis szí színesként uh, uh, hoztam ide. Uh, az elmúlt időben így uh, a YouTube-os uh, videó Szembe jöttek velem ezek az 5G-vel kapcsolatos összeesküvés elméletek, és hát így üdítőleg hatott ebben a hullámban ez a cikk, és hát és ki, 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 ki jelentette az FDA. ezt ki? Az FD, hogy továbbra sincs bizonyíték arra, hogy a mobiltelefonokból érkező rádióhullámoknak való kitettség, rákot okoz. Egyébként, uh, bocsáss meg, é, emlékszel, hogy volt egy ilyen cikk, hogy az 5G-től madarak hullottak az égből? Igen, ezt most most néztem ezt a... De nem, az új, amit most néztél. Hogy igen, valahol, de volt egy régi Igen, de most, most megint madarak hullottak az égből csak úgy, vagy hát lepihentek az úton sokan egyszerre. Nem tudják, hogy miért. De nem az 5G-től de nem az 5 g igen, 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 Úgyhogy, ja, tehát most nyilván az összesküvés elmélet gyártók elkezdik, hogy hát persze tudjuk, mert biztos megkenték a, az fd t még, még, akár ez is benne lehet, de tehát még, még egyszer mondom, hülyeségnek tartom a, az egészet. Ráadásul némelyik olyan példával jön, ami abszurdum önmagában is, érted? Hogy de oda mész az, az a, a rádiótorony mellé, és kigyullad a kezedbe a fénycső. Igen, bazd meg, ez fizika, érted? Ez nem azért van, hogy a fénycső kigyullad a kezedbe, hogy az jelzi, hogy rák, érted? Hanem... Milyen egyszerű lenne, nem kéne ilyen több milliós percét, csak Kovács úr fogja meg ezt a fénycsövet? Aha, rákos. Aha, rákos, jó van kérem a következőt, érted? És adjuk mert a ezt... sterilitásnak egy új fénycsőt, kérek, Margitka! Mert ezt egyébként Kínából ha rendelsz egy ilyen aránylag kisebb teljesítményű Tesla tekercset, ugyanezt tudja amúgy, tehát jövő héten nyitok egy rendelőt. Jaj, Kínából Jaj. rendelsz, ne rendelgesé össze-vissza mindent Kínából, mert még koronavírust is kapsz a végén. Na, ez volt a másik megnyugtató cikk, ami szembe jött velem, mert, mert azért tudod, na, tehát így az ember elgondolkozik rajta, hogy bakker, érted, most jön Kínából egy csomagom, akkor mi van, jó, megköpködték, vagy valami. És hát a word.hu-n volt egy aprócska cikk, ami eloszlatta ezeket a kételyeket bennem. Tehát senki ne gondolja azt, hogy Kínából ha kap egy csomagot, azzal meg tudja kapni a koronavírus fertőzést. Mert egyébként, ha valaki rátüsszent, ráköhög, váladékot hagy rajta, hogy ilyen finoman fogalmazzak, a koronavírus nem egy szabad levegőn, nem egy hosszú életű, tehát nem, egy, nem, nem lesz belőle aggostán. <laughs> Megérkezik és egy bottal mászik át rá. Nem lesz belőle aggasztján, Tehát ilyen, ilyen 20 percig tud talán Virulens Maradni És hát a leggyorsabb csomag Is két-három napot jön úgyhogy ezt így kizárhatjuk. És ugye a, 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 SARS és a MERS vírus kapcsán is voltak ilyen kételyek, aztán ezek is így megdőltek, tehát nem, nem lehet Kínából csomagban kérni koronavírust. <laughs> úgyhogy ezt mindenki felejtse el, hogyha ez volt a, a szándéka. Nyugodtak lehetünk legalább Ebből a, a szempontból. Azért azt hozzáteszem, hogy én néztem azért, hogy kiül mellettem a repülőgépen, és képzeld el, nem viccelek, hazafele rosszul lett valaki. Hála Istennek, hogy sorozatot néztem, és egyébként bealudtam, de hogy mondta az asszony, hogy előtte pár sorral csak érezték, hogy nagy a sürgés forgás, aztán megjelent két légiútes kísérő, aztán hoztak jeget, hű, mondom, jég, biztos lázas volt, de hogy légszomja volt, meg rosszul volt, meg szédül, dőjön előre, dőjön hátra, ideig, odaég, anyám kínja, hány ingerem van, úgyhogy egyből kérdezték, hogy nem jártak -e Kínába. Hát mondom, az még szép lett volna egy ilyen izé, kis ö, afér a repülőgépen, hogy még kiderül, hogy ott is járt, és akkor mindenki a gép hátuljába menekül, ott, ahol én voltam, és egyébként néztem a jó kis sorozatomat. Na, nem kell fosni egyébként a kínai csomagokkal ez a végső lényeg. igen. Ez a lényeg. Na, de ha már sorozatoknál tartunk, akkor van-e valami a társajodban? Van. van. Elkezdtem nézni a Netflix ha jól emlékszem, a Netflixen, a, de lehet, hogy az előző adásban beszéltem már róla. A Bradley Coopernek volt a Limitless nevezetű filmje. Igen, beszéltünk. beszéltünk. Róla. Na, hát én azt darálom uh, továbbra is, úgyhogy uh, magával ragadó a dolog, de um, közben kiderült, hogy Homeland kasza is van, meg közben kiderült, hogy még azt nem folytattam, úgyhogy még az várat magára, meg. Más nincs most, más nincs most. Én kivégeztem a Lucifert, engem megvett a Pasi Kilóra, tehát abszolút rajongó lettem a végére. Piszok jó színész, ez egy verszi, Csávó és a netflix Netflixek ez a saját sorozata, és lesz ötödik évad az idén, pedig baromira befejezték, <laughs> tehát így a negyedik évad végén érted, mindenki visszakerül a helyére, és akkor érzed, hogy na hát, az meg, ú, kurva élet vége van. De akkora volt a rajongói nyomás a Netflixen, hogy berendelték az ötödik évadot belőle, még tavaly nyáron, úgyhogy az idén lesz Lucifer 5. Tedd be a listába, Charlie, nem fogod megbánni. Tehát, ha, legalábbis, hogyha szereted ezt a, ezt a stílust, ami egy picit a blacklistre hajaz, akkor ez tetszeni fog mindenféleképpen. Nagyon jó színész piszakú eltalálta a, a, az egész zsánerét ennek a, a fickónak. A másik az a Kívülállók című ö, új, ö, ilyen, hát ilyen misztikus ö, krimi ö, az HBO GO kínálatában van. Ö, most azt se tudom, hanyadik résznél tartunk, talán a hetediknél, de ugye ez hetente jön ki, új, érdekes, egy kicsit ilyen, nem is tudom mihez hasonlítsam. Itt mindenki azt mondta, hogy ez lesz a, az új True Detective, de nem az, tehát senki ne gondolja, hogy ez a film az. Jó karakterek, aránylag lassú történet, szövés, egyfajta ilyen misztikus szállal, szépen ki van dolgozva a film is, meg a, az operatőri munka, a kamera, minden a helyén van, és tényleg nagyon profi. Uh, nem, nem rossz, tehát aki kedveli ezt a fajta műfajt, az mindenféleképpen uh, nézzen meg belőle egy pár részt, aztán majd eldönti, hogy szeretni fogja, vagy nem. Úgyhogy nekem ez a kettő, uh, ami így a héten be esett Avenue 5. Uh, megnéztem, még to to továbbra sem vagyok odáig érte. <gül> Azért <gül> finoman mondom, hogy megnézték körülbelül öt részt, megnéztem, még nem vagyok odáig ért, de megnézté öt részt. Na. Öt részt, de, de nem, tehát tényleg, uh, hogy, hogy mondjam neked, má már csak a kíváncsiság hajt, hogy hova fognak uh, kifutni uh, vele. Óvatos spoiler, Fifika, az a gépház az milyen? Hát érdekes. Már hogy fönn a színészek, a, igen, akik... Igen. Az érdekes, az érdekes. Tudod, mi jutott eszembe a, a Matrix? Tudod, hogy van, van, a izé, van a Matrix, és van a valóság. Igen, ez a kék vagy piros pirula. Nagyon, Válaszd a kéket, nagyon. vagy a pirosat. A piros milyen? Ugyanolyan, mint a kék, csak málnás. Azt egyébként, ja igen, és hogy folytatódjon a filmes vonal is. A Matrix 4-et is már forgatják, és Keanu Reeves nem az a, a puha pöcs, aki hagyná, hogy helyette dolgozzon a kaszkadőr, úgyhogy uh, láttam. két olyan torony között ugranak, meg repülnek, hogy jó! hogy ma attól is rosszul lennék, ha szélére kéne állni. Hát de vicces. Nagyon durva. Li a, liftbe fölfelé meghalnék. Tehát... <laughs> Igen. Igen. De hogy jól bírják egyébként, ő meg a Kerien most is viszonylag emészthető kinézettel rendelkeznek, tehát nem ilyen, ilyen lerugott alsógatja kinézete van egyiknek sem. Úgyhogy az is város lesz. Egyébként jövő évre uh, prognosztizálják a, a dolgot. Moziban nézős lesz, hát, én azt gondolom. Nyilván, nyilván. Tehát ezeket a filmeket, uh, komolyan mondom, nem, nem értek uh, sok, de ez pont ilyen, mint a Kínából rendeljünk klónt. <laughs> Érted, hogy, hogy, hogy uh, vannak azok a filmek, amiket az ember nagyon vár, az elmegy, azt megnézi a moziba. Amit nem annyira várok, az majd lesz az HBO gomb, vagy valamelyik stream szolgáltatónál, de, de nem. Tehát, ami kell, azt, 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 kell, azt kifizetem rá, azt a mozi egyet, elmegyünk, meg, megtiszteljük a, az alkotókat azzal, hogy hozzájárulunk a büdzséhez mi is. még egy érdekesség a végére, ha már filmes vonal, akkor a filmes vonalról beugrott Harrison Ford, aki egyébként pilóta Jaj. vizsgával rendelkezik, ott is folytatják a sztorit, 70 valány éves elképesztő. Hát az, az arra baromi kíváncsi leszek, hogy uh, eljátsza De hogy a, a, legérdekesebbnek, számomra legérdekesebb dolog, hogy ugye egy szörfölget az ember éjszaka neten, és akkor így a színész pilótától Eljutsz az Iron Maidenig és Bruce Dickinsonig, aki egyébként szintén pilóta, azt te tudtad? Itt vagy? Bocs, nem, nem tudtam. Nem tudtad. Tehát Bruce Dickinson az úgy pilóta, hogy nem ilyen kis szar kétfedeles géppel, hanem mikor nekik világkörüli turnéjuk volt, akkor ők kivéreltek egy 747-est. Az a Jumbo. Tudod, aminek a dudor van a Igen. tetején. Igen. És hogy ő volt a pilóta. Az első számú pilóta. Tehát nem úgy beült és úgy izé, el blindre eljátszotta, hogy pilóta, hanem ő vezette a turné kamion helyett a turné repülőgépet, és hogy ő, ő olyan szinten pilóta, hogy a, a, a brit királyi légierőnél is ö, dolgozott. És Sőt, légitársasági pilóta volt. Most nézem épp a de hogy neki bevetései is voltak, tehát ő menekített a közel-keletről nagy géppel embereket. Mondta, hogy ez azért jó, mert hogy az egész koncertturnét ő józanul végig tudta vinni, mert hát olyan nincs, hogy nem, nem ihatott. másnaposan becsapom magam a pilótafülkébe, aztán majd valahogy vagy kiadja, vagy nem. Uh, szóval milyen, és hogy egyébként ő olimpiai vívó kerettag volt. Ez ilyen fun fact, hogyha már ilyen uh, ki milyen szakmával foglalkozott fiatal korában. Bruce Dickinson, na, még egyszer. Hát ez a legmenőbb dolog, hogy egy metal zenekar énekese vagy, és egy 747-essel érkezel meg amit te vezetsz. Amit, hát igen, na hát az, ez, ez, próbáld már meg überelni, mi? Egy Space Excel maximum, de hát azzal se nagyon tudod. Na, úgyhogy ilyen emberek is vannak köztünk. Nekem is el kéne tanulnom valami, vagy meg kéne tanulnom vezetni. Igen, meg egy ilyen, egy ilyen heavy metal a, a nem is tudom, ikontól nem várnád el, hogy egy jumbo tudjon vezetni. Igen, olyan fura is volt a kinézet, amikor láttam, hogy tudod, a, nyakán, a nyakában a passz, rajta van a pilóta kabát, fölöltözve úgy, mint egy normális ember, nem izébe szeget és csuklószorítóva, úgyhogy ezek jó pofa dolgok. De erről már lecsóztunk, szerintem öregek vagyunk mi már pilótának, le, akkor le, most le, elkezdjük. Le. Nem kapnánk meg a típus engedélyt, vagy valami mit tudom én. Már, már mint, mint ember lassan lejár a típus engedélyen baszki. Nem vagy pilóta. Ugyanitt keresem az utódodat az adásba, hogy ha esetleg valami történik, okay. akkor, akkor jelentkezzen. De mi húzzuk be a kert kaput, mert húzzuk. Egy 21 a nyers, és akkor ebből majd parikcsálunk valamit. Nem tudom még a jövő hetemet, de de ha tartod, akkor megnézem. Február lesz még. Aha. Hát ott is szerda lesz, mert hogy a keddem az, az nem jó, mert éjszaka dolgozom. Úgyhogy akkor szerintem ugyanígy szerdán tartunk egy szeánszot. Rendben. Jó van. Legyen úgy. Annak a Kevés emberkének, akik élőben hallgatták a beszélgetésünket, köszönjük, hogy itt voltak, jövő héten ugyanitt. A többiekkel pedig majd a publikáláskor találkozunk. Örülök, hogy itt voltatok, sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!